ez itt a heti animék borutós változata, immáron a 35. epizódjával. Nagyon pompás rész volt a mostani, még úgy is, hogy akcióval nem is találkozhattunk. Helyette a történet tudott nagyon elringatni engemet, amely egyrészt nagyon nosztalgikus volt. Másrészt pedig ráébredtem mostanra, hogy a Boruto félgőzzel is képes leültetni a nézőket, és ezt szerintem tanítani kéne más sorozatoknak is. Azonnal elvarázsoltak engemet, mihez megpillantottam Hinatát, aki valódi anyagaként volt jelen, a fia tanácsadását. A jelenet egy merő töké lehetett volna, de sajnos Hinatának megint nem adták meg a kellő figyelmet a rajzolás terén. Boruto teljesen reálisan reagált Shino kérdéseire, mert az ő korában én se tudtam volna megmondani, mi akarok lenni, ha nagy leszek. Közben feltűnt egy ismerős kamerás ember, akinek én annyira örültem, hogy majd kiugrottam a bőrömből. A Shippuden tudatában már rájöhettük, hogy ez a fickó bizony maga Kakashi, de korábban nekem elképzelésem sem volt, hogyan tudta ezt a szerepet előhúzni a tarsójából. Itt is úgy viselkedik, hogy ha nem tudtam volna róla az igazat, teljesen elhittem volna, hogy ő egy teljesen másik személy, hiszen más a szinkron hangja, és másképp is viselkedik. Elképesztően ötletes volt, ahogy végigkérdezte Boruto osztálytársait, és mindenki a stílusához híven válaszolt. Ebből nekem Sarada elitista stílusa tetszett a leginkább, illetve Chōchō-é, aki még arra is képes volt, hogy magához igazítja a kamerát. Boruto otthona most is felettébb csodálatos érzéssel töltött el, mivel pont arról folyt a téma, miért lett ninja például Hinata. Míg másik szempontból azért voltam teljesen elégedett ezzel a jelenettel, mert itt Hinata tökéletesen volt megrajzolva. Nagy poén volt, mikor Hiashi papára került a figyelem, és Boruto rácsodálkozik arra, hogy az öreg valamikor szigorú volt, és a helyzet az, hogy nem is kicsit. Hinata elég lájtosan fogalmazott, ha belegondolunk abba, hogy mi történt szegény Neji-nek az apjával, de bizonyára nem akarta megijeszteni Boruto. A tanácskozásra Orochimaru is eljött, akinek a megvalósítása minden téren hibátlan volt, ami így Hinatára nézve kissé igazságtalanság. Mindkét szereplő ritkábban szerepel, erre Hinatát elhanyagolják. A találkozó a Konohában létrejött szövetséget is megerősítette, tehát óriási harcosa lett így Naruto-nak. Szerettem volna többet látni Naruto-t, de hát ez a röpke jelente is nagyon sokat tett az epizód. Volt két lányunk is, akiknek nem igazán fenékig telj fel ez a tanácsadás, mert az egyikük nem akar ninja lenni. Ekkor derült ki számomra, hogy Boruto-i konkrétan rendes iskolába is járnak, ahol hétköznapi órákon vesznek részt. És a ninja órák egyfajta kötelező tananyag, és később a gyerekek dönthetik el, tovább akarják-e fejleszteni a tudásukat, vagy inkább emberi munkát tanulnának ki. Így magyarázatot kaptunk arra, miért vannak postások, tűzoltók, vagy éppen vízművesek. Habár Boruto annak örülne a legjobban, ha az összes osztálytársa ninjává válik, ez nem nagyon akar összejönni. A kételkedő lányt jobban is kibonthatták volna, hogy miért is visszakozik pontosan, bár azt láthattuk, hogy Sarada rettentően aggódik érte és átérzi a helyzetét. Végül azonban a lány észhez tér és belátja, hogy jó ninja lehet belőle. Később Boruto összetalálkozik ismételten a kamerás emberrel, de továbbra se tudja a nagy kérdésre a választ. Nyilvánvaló, hogy a készítők egy későn érő típust akarnak csinálni belőle, hiszen Naruto már kiskora óta tudta, hogy Hokage szeretne lenni. A kamerásunk azért elhitt egy bölcsességet, miszerint Boruto-nak nem ártana idejében cselekednie, különben az idő elhaladt felette, ami nagyon igaz, a jövőre mindig gondolni kell. A végére tartogatták a vonatos jelenetet, ahová Mitsuki is csatlakozott. Elmondja Boruto-nak, hogy itt a faluban szeretne ninja lenni, de csak is Boruto miatt. Még Boruto is a néző fejével gondolkodott, hiszen ezt az üzenetet, ezt a reakciót nem lehetett mással összetéveszteni. Mitsuki bizony túl a barátságon feelinget keltett, vagy csak ennyire ápolja a Borutóval való kapcsolatát? Akárhogy is legyen, én mindenképpen szeretni fogom ezt a szereplőt, és ez a jelenet tényleg az epizód fénypontja volt. Nagyon sajnáltam, hogy Kakashi nem mutatta meg az arcát, mert hiába tette ezt meg a Shippuden vége felé, mégiscsak megismételhette volna. Annó ez volt az egyik legnagyobb felhajtás, és egyben öröm is a Naruto rajongóknak, hogy leleplezték Kakashit, és ma is elképesztő, hogy milyen érdekesen festő maszk nélk. Mint aki frissen borotválkozott volna, úgy néz ki. Az is kiderült, hogy ő lesz a vizsgáztató, ami hatalmas ötlet. Ám arra is felkészülhetünk, hogy ő nem fog finomkodni Boruto-ékkal, legalábbis remélem, hogy nem fog. A következő részben megkezdődik a Genin választó vizsga.
Láthattuk, hogy hőseink az erdőben bókláztak, maga Ankó pedig akcióba rendül, ami rendkívül nagy durranás lesz. Több tanár is kihívást fog majd jelenteni Borutóiknak, de a legnagyobb hal egyértelműen Kakashi. Kiradjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti még Borutós verziója, lájkold a videót, ha tetszett, lájkold be a Facebook oldalunkat, kommentelj a témával kapcsolatban, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a Mosi Mosi csatornára. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok!